A Zoom H4n az, ahol a Pro széria kezdődik. Ugyanis ezen az eszközön van 2 darab XLR port, és van rajta egy beépített XY irányba mutató belső mikrofon is. Most amúgy mindegyikkel veszek fel, hozzákapcsoltam a Shure SM7B-t egy Cloudlifteren keresztül, de halljátok azt is, hogy milyen a beépített mikrofonja a Zoomnak. Fogunk csinálni nagyon sok mindent, mert át kell beszélnünk, hogy mi van a dobozban, hogy néz ki, milyen jó a felépítése a H4-nek, milyen funkciói vannak, audioteszteket is, amiben nem csak a Zoom-mal felvett audiót fogjátok hallani, hanem át fogok kapcsolni arra is, hogyha mi van, hogyha konkrétan a számítógépemre, amit azért mutatok erre, mert itt van a MacBookom, hogyha ahhoz kapcsolom az Audientnek az Evo 8-ával, és van-e úgy különbség. Mindent átbeszélünk, kinek való, hogy működik, de először az intro jönne, azért gondolkoztam, de nézzétek meg, miért vagyok itt fekete inkbe, mert ez a Black Edition, amit 2020-ban hozott ki a Zoom, egy frissítés, és átbeszélünk mindent, de most, ahogy mondtam, jöjjön az intro. A H4-en egy nagyon jól felépített, szépen kivitelezett, a Black Edition, ugye, ami 2020-ba jött ki, még jobban néz ki szerintem, hogy nem ez a régi dizájnú szürke, hanem feketével van, befér bármilyen fotós táskába, lehet, hogy a zsebünkben nem, de nagyon könnyen magunkkal tudunk vinni, és mivel olyan durván jól kialakított a felépítése, nem kell attól félnünk, hogy bármi baja eshet, azért nem fogok kipróbálni ott, hogy ledobom innen vagy onnan. Plusz amúgy a dobozban, amit átbeszélünk, mindjárt jön egy kis ilyen tartó hozzá, egy plasztik tartó, amivel még inkább nem kell félnünk, hogyha visszük magunkkal ide-oda, hiszen ez pont arra való, hogy vigyük magunkkal, amerre csak szeretnénk. És ez a két XLR porttal, XY mikrofonnal rendelkező kis felvevő zseniális azoknak, akik el szeretnének indulni a professzionális audio hangzás világába. De hogy pontosan mennyi csatornát tudunk felvenni, hát 4-et. Van az XLR port, amiben amúgy nem csak mikrofonokat tudunk csatlakoztatni, hanem különböző hangszereket is, és ugye ott van a beépített mikrofon, amikkel most is egyszerre veszek fel, tehát egyszerre tudunk felvenni. Ja, és hogyha nem mondtam volna, akkor van egy 3,5 mm-es jack input, tehát hogyha ilyen mikrofonjaink vannak, azzal is tudunk felvenni egyszerre úgy, hogy minden hangot használhassunk, tehát ha úgy vesszük, akár 4 különböző hangot is fel tudunk venni, nyilván nem lesz ugyanolyan minőségű mindegyik, hiszen csak 2 XLR portunk van, egy a beépített mikrofon és egy a jack bemenetes, de előttünk áll ez az opció, hogy meg tudjuk tenni. És hogyha már az XLR portokat említettem, van egy kis zár rajta, tehát nem kell attól félnünk, hogy ki fog jönni az XLR kábelünk, például az Audient Evo, ami nyilván egy asztali funkcióban van, de ott nincs egy ilyen záró mechanizmus, ami nem mondom, hogy izgulok, amikor felveszek, de valóban egy más biztonsági érzetet ad ebben az egészben. Na, de menjünk abba, hogy mi van a dobozba. Egy tipikus zoomos doboz az ő szintjükön megvan, amiben benne van, milyen érdekes a H4n Pro Black. Van néhány, ugye ott van a doboz hozzá, kapunk néhány tipikus ilyen papírt, amiben le van írva, hogy hogy lehet használni, a garancia levél van benne, viszont amiket nem kapunk és nem jár hozzá, azt csak tudjátok, azt csak tudjad, hogy nincs benne az SD kártya, és nincs benne az USB kábel, mert a Zoom H4n funkcionálhat úgy is, mint egy audio interfész, például az Audient Evo 8, amúgy erről is van egy videóm, hogyha nem láttad, akkor kattints ide és nézd meg azt is mindenféleképpen. Más ugye a funkciója, hiszen amit, hogyha tudjuk, hogy csak egy helyen használunk, és úgy veszünk egy audio interfészt, amit hozzá csatlakoztatunk a számítógépünkhöz, más a funkció, mint egy olyan eszköznek, mint a Zoom H4n Pro Black, amit nagyon könnyen tudunk magunkkal vinni, bárhol használhatjuk és felvehetünk az SD kártyára, ugyanis egy SD kártya csatlakozó van benne, és így akár majd átbeszéljük, hogy milyen felhasználási területek vannak, de mondjuk, hogyha hangeffekteket szeretnénk, vagy XLR mikrofonokat csatlakoztatva valamilyen párbeszédeket, podcastet, arra ez
tökéletesen alkalmas, de amúgy úgy is felvehetnénk, hogy egyszerre rögzítünk az SD kártyára és a számítógépre, így biztosak lehetünk abba, hogyha valami mondjuk elromlik, valamelyik eszközön úgyis rajta lesz az, amit fel akarunk venni. És kapunk egy licenszet a Cubase-nek az LI verziójához, hogyha ez valakinek számít, akkor tudjad, hogy ez is benne van az árba, hogyha megveszed ezt az eszközt. Na de most menjünk át a funkciókra. A beépített XY mikrofonokat 90 és 120 fok között tudjuk manuálisan beállítani. A H4N-nek egy professzionális szintű, de közép kategóriába sorolható erősítője van, hogyha az audiónak, a hangnak a minőségéről beszélünk, de egy biztos, hogyha ezt a rögzítőt választjuk, nem tudunk rosszul dönteni, és nem lesz semmilyen bajunk a hangminőséggel. És a funkciókkal tovább menve, van benne egy úgynevezett overdubbing funkció, ami azt jelenti, hogy egyszerre tudunk felvenni mindegyik csatornán, és visszahallgatni azt, ezt egy mixben be tudjuk állítani, hogy hogyan szeretnénk, és ezáltal, ha mondjuk nem mi beszélünk, vagy nem zavar minket, hogy rajtunk van egy fej vagy fülhallgató, akkor halljuk azt a mixet, ahogy több ember is beszél, és ha bármi gond van, akkor az egyből felvétel közben is hallható tud lenni. Ha pedig mondjuk hangeffekteket veszünk fel, vagy valamilyen field recordingot csinálunk, tehát valamilyen környezeti hangzást szeretnénk felvenni, akkor ugyanúgy ennek a visszahallgatásnak köszönhetően egyszerre halljuk azt, hogy mi az, ami történik, mi az, amit a mikrofon felvesz, és ez hogy kerül rögzítésre. Ha pedig rögzítés, ugye említettem azt, hogy egyszerre négy csatornát is fel tudunk venni, és különböző módok között választhatunk, hogy hol, miben csatornára mit szeretnénk felvenni. A hangminőség az zseniális, MP3 és WAV között tudunk választani, és WAV-ban egészen elmehetünk 24 bit 96 kHz-ig, hogyha ez nem mond neked nagyon sokat, azt kell tudnod, hogy ez nagyon durván tiszta minőséget biztosít. Amúgy a felvételre rengeteg opciónk van, és tudjuk kiválasztani, hogy hogy szeretnénk felvenni. Két olyan funkciót emelnék ki, ami szerintem nagyon hasznos. Van benne egy úgynevezett auto gain funkció, tehát hogy amikor akár a beépített, akár az XLR-rel csatlakoztatott mikrofont használjuk, nem kell nekünk kitalálni, hogy mi a megfelelő gain beállítás, hanem amikor elkezdünk felvenni, ami amúgy úgy történik, hogy benyomjuk a record gombot, itt még nem kezd el felvenni, hanem elindul ez az auto gain funkció, és amikor úgy érezzük, hogy jó, akkor újra rányomunk a felvétel gombra, a rec gombra, és innentől ez nem villogni fog, hanem körülötte lesz a LED világítás, folyamatosan égni fog, meg természetesen az LCD kijelzőn is látjuk, hogy megy a felvétel, pörög a szám. Most ezt meg is nézem, hogy ez most így is van-e. Szerencsére működik, megy, úgyhogy remélem, hogy jól hallotok most. És amúgy van a másik funkció, amit szeretnék nektek elmondani, hogy van egy pre-recording, tehát hogyha benyomjuk a rekordot, és még az autogénnel játszunk, de mondjuk már van beszéd, ezt is rögzítheti, ezt is tudjuk aktivizálni, így biztos, hogy nem vesztünk el semmilyen értékes felvételi módot. Ez nagyon király. Továbbá másik oldalról rengeteg preset és effekt van rajta, kezdve az EQ-tól, kompresszor, limiter, a gain-nek a beállításai, low-cut filter van benne, tehát a mi hangzásunknak és a célunknak megfelelően rengeteg mindent be tudunk rajta állítani. És ha itt óriási szakértők vannak, akkor azt is érdemes tudni, hogy 140 decibeles SPL szintet tud hozni, ami igazából azt jelenti, hogy nagyon jó a hangminőség, és maga az a minimum hangzás, amit ő rögzít, az annyira halk, hogy amilyen módon az erősítők ellettek készítve és belelettek szerelve a H4N-be, azt biztosítják, hogy az a hangminőség, amit ő felvesz, semmilyen torzítást, vagy mondjuk most a világításomnak van egy nagyon pici hangja, amit én hallok, mert van benne egy ventilátor, de úgy van az erősítő kialakítva a H4N-be, hogy ezeket ki tudja szűrni, ami megint minket biztosít arról, hogyha nem vagyunk hangmérnökök, és nem
akarunk megtanulni egy nagyon profi eszközt, mint például a H8, amiről majd amúgy lesz egy külön videó, úgyhogy ha érdekelnek az ilyenek, akkor mindenféleképpen iratkozz fel. Ha nem szeretnénk ennyire belemenni a dolgokba, akkor bízhatunk a H4N Pro Black Editionbe, hogy ő ezt mind elintézi számunkra. Látjátok ezt a mikrofont, ez a Shure SM7B, amit egy Cloudlifteren keresztül csatlakoztatok a H4N Pro-hoz. Ehhez egy úgynevezett Phantom Power-re van szükség, Phantom erőre, mert a mikrofon annyira halk lenne, hogyha ezt a plusz erőt nem adjuk neki, akkor nem tudnánk egy megfelelő hangszinten felvenni. Ez mind be van építve a H4N-be, 24 volton és 48 volton is. A Shure SM7B-nek 48 volton van rá szüksége, visszahallgattam már, zseniális minőséget ad a Zoom-on keresztül is. Amúgy a Shure-ról van egy elég részletes bemutató meg, amit a háttérben láttok, az az MV7, amit USB-vel is lehet csatlakoztatni. Ha érdekel ez, akkor ide kattintva meg tudod nézni. Azt, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet beüzemelni, tehát milyen erőforrása van szüksége, két darab dupla-ás elemmel működik, de amúgy USB-n keresztül egy powerbankkel, hogyha még a telefonunk miatt van, azzal is tudjuk tölteni, és hogyha már az USB-ről beszélünk, konkrétan csatlakoztathatjuk közvetlen a számítógépünkhöz, és az SD kártyával ugyanúgy felvehetünk közben, de egyszerre rögzíthetünk az SD kártyára a H4N-en belül, és a számítógépünkre is, így biztossá vehetjük azt, hogy valahol, ha valami elromlik, akkor is lesz egy backup felvételünk, de az USB által nagyon jó, hogy tudjuk tölteni, tudjuk csatlakoztatni a számítógépre, és úgynevezett bus power van rajta, tehát amit az előbb említettem a Shure esetében, hogy még extra erőre van szüksége, ezt mind így gyönyörűen át tudjuk adni az egyik irányból a másikba. Kettő dolgot ide elmondva, hogyha az USB-hez csatlakoztatva számítógépen veszünk fel, akkor audio interfészként funkcionál, tehát hogyha szeretnénk több helyre elmenni, és nem egy olyan asztali berendezést szeretnénk, mint például az Audientnek az Evo 8, amiről ugyanúgy van videó, akkor a H4N egy nagyon jó opció tud lenni, és egy két inputos, két outputos eszközként tud funkcionálni. Ugyanúgy van rajta egy headphone, tehát egy fejhallgató, fülhallgató kis jack bemenet, úgyhogy ha olyan helyzetben vagyunk, hogy szeretnénk egyből monitorozni, hogy mi az, amit felvesz és mit hallunk, akkor ezt mixként beállítva, vagy az egyes csatornákat monitorozva mind meg tudjuk tenni közvetlen az eszközön keresztül. Mielőtt a felépítésére, minőségére és a dizájnra mennénk át, azt szeretném mondani, hogy az meglepő számomra, hogyha az Audienten keresztül, az Evo 8-on keresztül veszek fel ugyanúgy nagyon jó minőségű WAV formátumban a számítógépemben, ahhoz képest, ahogy most WAV formátumban felveszek a Zoom-on keresztül, hát sokkal nagyobb a Zoom-nak a formátuma, ez csak egy dolog, amit érdemes észben tartani, hogy más az a minőségi szint, vagy lehet, hogy nem is annyira a minőségi szint, ezt rosszul mondtam, hanem a mérete a fájlnak, amiben szerintem főleg digitálisan azért ugyanazt a minőséget hozza. Térjünk át a felépítésre, a dizájnra. Nekem nagyon tetszik ez a fekete verzió, sokkal modernebb, sokkal királyabbul néz ki, mint a régebbi szürke kivitel. Hogyha megnézzük, hogy épül fel, az egyik oldalán találhatjuk az SD kártya bemenetet, amiről azért azt érdemes elmondani, hogy ha nagyobb vagy lassabb SD kártyákat használunk, akkor lehet, hogy ilyen 30-60 másodperc is lehet, amíg el tudjuk kezdeni a H4N Pro-t használni, úgyhogy érdemes előre bekapcsolni, amikor már valahol ott vagyunk, hogy ne kelljen erre várni. Amúgy az SD kártya mellett találunk egy felvételi szintnek, tehát a gain-nek a beállítását, a menünek a gombját, és azt a kis tekerőt, amivel tudunk amúgy a menüben navigálni. A hátsó részén található az aksiknak a helye, oda tehetjük be az elemeket, ott van a bemeneti része a jackportnak, és amúgy vannak benne hangszórók is, tehát hogyha nem fülhallgatón szeretnénk visszahallgatni azt, ami éppen történik, vagy amit felvettünk, akkor amúgy ezt megtehetjük gyorsan a beépített hangszórókon keresztül. Na menjünk át a másik oldalára, hogy ott miket találhatunk. Ott tudjuk csatlakoztatni a visszahallgatáshoz a fej- vagy fülhallgatónkat, itt található az USB csatlakozó és a bekapcsoló gomb is, valamint egy remote konnektor, tehát hogyha távolról szeretnénk egy extra eszköz használatával
használni, akkor azt így tudjuk csatlakoztatni. Térjünk át az elejére, hát nyilván a legnagyobb, amit látunk, az egy LCD kijelző. Nem színes, nem touchscreen, viszont világított, tehát bármilyen körülmények között, sötétben is, vagy fényes napfelésben is pontosan láthatjuk, és azt mutatja, amit kell, hogy éppen felveszünk-e, hogy milyen a hangerőnk, hogy történik, a menüben is nagyon egyszerűen tudunk navigálni. Alatta pedig található a gombok, amik több funkciósak, hogyha például a fájlokat szeretnénk megnézni, így is tudjuk használni, de ha olyan módot választunk ki, hogy több csatornában rögzítünk, vagy egybe akarunk csatornákat rakni, akkor a csatornáknak a meghatározását tudjuk beállítani, hogy hol mi kerüljön felvételre. Alatta helyezkedik el a felvevő gomb, a REC gomb, amiről már beszéltem, és a tipikus lejátszási funkciók, a stop, a play, az előre vagy hátra tekerés is ott van. Mellette pedig az inputokat kiválaszthatjuk, ha például sima sztereóban veszünk fel, akkor beállíthatjuk azt, hogy a beépített mikrofonokkal szeretnénk felvenni, vagy valamelyik XLR csatlakozással, vagy akár mindkettő XLR csatlakozása. Ha pedig átmegyünk más módokba, ahol egyszerre fogunk rögzíteni a mikrofonnal, a beépített mikrofonnal és a külsőekkel, akkor meg ezeket is láthatjuk. Egy megjegyzés ezekhez a töltési időköz, hogyha a nagyobb szériákat, tehát H5, H6 vagy a H8, amiről mondtam, hogy majd fog készülni egy külön videó, ha ezeket használjuk, itt például nem lesz olyan gond, hogy várni kell egy nagyobb SD kártyának a töltésére. Érdemes a felvevő gombról beszélgetnünk, ugyanis ez a REC button, a REC gomb, hogyha megnyomjuk, nem kezd el először felvenni, hogyha be van állítva nekünk az auto gain funkció, amiről az előbb beszéltem, akkor először ez történik meg, és újra meg kell nyomnunk a REC gombot, addig, amíg nem nyomjuk meg másodjára, csak így pulzál a körülötte lévő LED fény, és amikor újra benyomtuk, elkezd állandóvá válni, látjuk, hogy elindult a számláló, és ebből tudhatjuk, hogy elkezdődött maga a felvétel, és rögzít az eszköz. És hogyha már említettem ezeket az eszközöket, a H6, H8 igazából a nagy testvére a H4M Pro-nak, amit akkor éri meg megvenni, és akár többet költeni, hogyha a jövőben úgy érezzük, hogy nem lesz elég számunkra a két XLR csatlakozó, négyet szeretnénk, vagy valamint egy kis teaser a H6-nak és a H8-nak, ki le lehet venni ezeket a keppeit, ami ugye most egy beépített hasonló formátum a H4N-nél, viszont itt különböző eszközöket vehetünk később a Zoom-tól, így, hogyha nem elég mondjuk itt ez a, mennyi nézem, 6 darab XLR csatlakozó, hanem mondjuk 8-at szeretnénk, akkor egy olyan kepet is rárakhatunk. Ha ezek a dolgok fontosak számunkra, akkor lehet, hogy a H4N-nél érdemes egy kicsit többet költenünk. Az alján pedig ott van a két XLR csatlakozó, amiben külön tetszik, hogy van ez a kis lokkolási, zárási mechanizmusa. A következő rész pedig az audio teszt, úgyhogy térjünk is rá. Most, ahogy hallgattok, az az, ahogy a Shure SM7B Cloudlifteren keresztül a Zoomba csatlakozik, és úgy veszek fel, de nézzük meg, hogyha a beépített mikrofonnal hallatok most engem, akkor milyen a különbség? Nyilván nem egy fair összehasonlítás, meg távol is van, úgyhogy ennek csinálunk egy másik verzióját is, hogy most közel hajolok, és megnézzük, hogy így milyen, hogyha ezzel a mikrofonnal hallotok, és itt van az összehasonlítás, hogyha a Shure SM7B-vel hallotok. Melyik tetszik jobban, és most átváltok arra, hogy konkrétan az Audient Evo 8-ra kapcsoltam rá, és a számítógépben veszek fel, van-e valamilyen különbség, hogyha az SM7B-t a Zoomon keresztül, vagy most az Evo 8-on keresztül használom. Na, kapcsoljuk vissza. A következőben beszéljük át, hogy milyen esetekben érdemes a H4N Pro Black-et választani. Hát legjobban akkor jön ki ennek az ereje és használhatósága, hogyha hangot veszünk fel, vagy szeretnénk valamilyen hangszert felvenni, esetleg a körülöttünk lévő hangokat, zajokat, tehát úgynevezett field recording, vagy hangeffekteket szeretnénk használni. Ebből adódóan következik, hogy videózáshoz szuper, akár össze tudjuk kötni, hogy egyből a kameránkra rögzítsen, vagy egy SD kártyával, vagy egy komputerrel rögzíthetünk rá, hangban zseniális az XLR-rel, kvázi hashtag future proofing, azaz jövőre biztosíthatjuk magunkat, hogyha most még nincs is mondjuk egy olyan profi mikrofonunk, mint a Shure SM7B, akkor is fel tudunk venni a beépített mikrofonnal, vagy lehet, hogy van egy kis jackes mikrofonunk, de ha majd a jövőben lesznek ilyen mikrofonjaink, tudjuk használni
és ha már több eszámot mondtam, tudjuk valamilyen interjúzás, több ember beszélgetésére, podcastekre felhasználni, de amire még megint nagyon jó, hogy ez a könnyen hordozható eszköz zseniális a hangeffektek felvételére, vagy ha mondjuk használunk több eszközt, és mondjuk a H8N-ünk is van, amivel fel akarunk venni egy koncertet, ahol a különböző hangszereket csatlakoztatjuk az egyik felvevőre, de szeretnénk, hogy azért ott legyen a tömegnek a hangzása, a reakciója, arra tökéletes tud lenni az, hogy a H4N-et használjuk. Vagy egy másik felhasználás, hogyha van egy desktop interfészünk, és azzal is felveszünk, vagy van egy két zoom felvevőnk, akkor össze tudjuk őket kötni, és kvázi nem monitorozásra használjuk a kimenetet, mondjuk egy H8-ból, hanem arra kötjük be a H4N-t, és azzal is rögzítünk, így megint kettő helyre történik a rögzítés. Összefoglalásul, hogyha a pénz számít, és nem akarjuk a világpénzét egy ilyen brutál eszközre elkölteni, mint a H8, de nem is egy alappal szeretnénk menni, mint például a H2N, és szeretnénk azt, hogy majd tudjunk használni XLR mikrofonokat, amiket akár már most van nekünk, vagy a jövőbe veszünk, vagy bérelünk, és ez egy nagyon jó áron, elérhető, magas színvonalon, bízhatunk benne, hogy nem fog elromolni, vagy hogyha elromlik a Zoomnak, zseniális a supportja, de annyira jól van felépítve az egész rendszer, hogy ezt tudjuk, ha megvesszük, sok-sok évig használhatjuk és bízhatunk benne, akkor ez a legjobb megoldás, és pluszban ugye tudunk vele hangeffekteket felvenni, XLR-t tudunk használni, és még audio interfészként is használható, ami azért zseniális, mert így nem kell beruháznunk egy külön desktop, egy asztali setupra, egy külön audio interfészre, külső hangkártyára, hanem maga a Zoom H4-en is tud így funkcionálni. Hogyha ezek a funkciók mindaz, amire szükséged van, vagy még akár többek is, mint amire most szükséged van, akkor a H4-en Pro Black-kel tuti, hogy nem fogsz mellélőni. Mindazonáltal, hogyha úgy érzed, hogy valamikor limitálva leszel azáltal, hogy csak két XLR csatlakozásod van, hogy nem tudod a kepeket, a felső részét, ahol az XY mikrofon van cserélni, akkor lehet, hogy érdemes egy fokkal jobban belenyúlni a zsebünkbe, és mondjuk egy H6-ot vagy egy H8-at venni, és ott van mellettük amúgy a Podtrac 4, ami egy hasonlóan hordozható és méretű eszköz, mint a H4N Pro, viszont 4 XLR csatlakozása van, és kifejezetten nagyon jó beszélgetések, podcastek felvételére, de nincsen beépített mikrofonja, tehát akkor valahogy rá kell majd rögzítenünk egy XLR csatlakozású mikrofont, hogyha mondjuk azt szeretnénk használni különböző hangeffektek felvételére. Hát ez egy kicsit olyan, mint hogy almát almával, neked kell eldönteni, hogy melyik az a funkció, ami többet ér, miket szeretnél te használni, és hogy látod mondjuk a következő néhány évedet a kreatori karriered kapcsán, és mi az, ami mondjuk ebbe a hashtag future proofing kategóriába számodra nagyobb értéket tud adni. És hogyha már arról beszéltünk, hogy a karriered, mint kreator, ha érdekelnek ezek a dolgok, hogy mik a legjobb eszközök, ami egy videózáshoz fényekkel, hang, objektívek, állványok és a többi használható és megéri ez a befektetés, és tippek és trükkök is érdekelnek, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, de amúgy elviszlek titeket azokra a forgatásokra, ahol engedik, és egy olyan behind the scenes betekintést adok, hogy hogy forgatok, hogy ötletelek, miként vágom meg, tutoriálok különböző Final Cut-os plugineknek a használatára is be fogok mutatni, hogy hogyan építek fel egy hangeffekteket, hogyan csak creamy b-rollokat, és a vállalkozói életutamba is betekintést adok, sőt már adtam is, tavaly megjelent a HVG kiadta Vál Valóra címmel egy könyvemet, amiről amúgy tavaly csináltam is egy napi vlogot, ide kattintva megnézheted, nagyon ajánlom, illetve a like gomb alatt, amit nyom be a leírás alatt, le van írva minden erről a Zoom termékről, illetve a könyvet is megrendelheted, hogyha úgy gondolod, hogy érdekes számodra, és ezzel támogatnál engem, ahogy azzal is támogathatnál, hogy a feliratkozás gombra és a csengőre nyomsz, hogyha érdekel ez a tartalom. Nagyon remélem, hogy még fogunk találkozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!